A megyei főügyészség vádirata szerint az 5 kiskorú gyermeket nevelő, nehéz anyagi körülmények között élő szülők 2015 májusában egy ismeretlen férfi segítségével illegálisan vezették be az elektromos áramot az utcai hálózatról lakásukba. A légkábelre egy kambót akasztottak, a földeletlen vezetéket a szobaablakon keresztül a folyosón lévő hűtőszekrényig vezették. Július 27-én az édesanya gyermekeivel és rokonaival volt a lakásban. Játék közben 3 éves fia véletlenül hozzáért a hűtőszekrény hátsó burkolatához és halálos áramütés érte. A bíróság elsőként az egyik rokont hallgatta ki, aki a korábbi vallomásában azt mondta, a gyerek egy telefonnal játszott, amit beejtett a hűtő háta mögé. A tárgyaláson viszont azt állította, hogy a kisfiú a hűtőszekrényre tett telefont próbálta elérni, és eközben érte az áramütés. 9 óra először a gyerekhez. Elmentem oda. Ez a hűtőhöz képest hol volt? Hát... Ahol az áramnál be kellett dugni, az ott volt a fal mellett, az ablak mellett. Az ágy mellett volt az közel. Tessék jobban említezni, tehát a fal meg a hűtő között, a hűtő hátánál? Az ágy mellett volt a hűtő. Lehetett a kisfiúval még beszélni? Nem. A vádirat utal arra is, hogy a gyerek halála azért következett be, mert a vádlottak a lopott áramot megfelelő biztosító berendezések nélkül használták a lakásban, ráadásul hűtőszekrényük is zárlatos volt. A tárgyaláson felolvasták az elsőrendű vádlott unokatestvérének korábbi vallomását is, aki szemtanúja volt annak, amikor egy ismeretlen férfi illegálisan bevezette a házba az áramot. Anyukám pontosan szemben lakik. Kint voltam a lakás előtt a gyermekemmel, mikor azt hallottam és láttam, hogy ez oda megy egy férfi, hogy nincs-e eladó vas. De neki, hogy nincs vasa. A férfi kérdezte tőle, hogy a társa elé kitett centrifuga működik-e. Válaszolta neki, hogy jó, de nincs áram a lakásban. Ekkor ez a férfi mondta neki, hogy felakaszt egy drótot és megcsinálja az áramot a házba, adja a centrifugát. Ebbe bele is egyezett. Úgy láttam, hogy még a drótot is ez a férfi adnak, amint felakasztotta a villanyfára. Majd ott szerelte a vezetéket a lakásnál. A tárgyaláson elhangzott, kisfia halála miatt az apa súlyos depressziós lett, jelenleg is pszichiátriai kezelés alatt áll. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt a vádlottakkal szemben. A büntető per szakértők meghallgatásával folytatódik, ítélet később várható.